A szeminárium kápolnájában tartották az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet tanévnyitó szent miséjét. Az intézmény előjárói, tanárai és növendékei mellett az Eszterházi Károly Egyetem és az Egri Redemptoris Mater szeminárium képviselői is részt vettek. Ficek László általános érseki helynök az idei tanév mottójáról, a hit, hűség és hivatás jelentőségéről beszélt a pap növendékeknek. A Veni Sancte után dr. Dolhai Lajos rektor nyitotta meg a tanévet, azt hangsúlyozva a diákoknak, hogy lelkiekben, teológiai tudásban és gyakorlati készségekben is készüljenek fel, hogy eredményesen láthassák el feladatukat a hívek között. Még tavaly 3, idén 13 első éves kispap tett fogadalmat arról, hogy az Egri Hittudományi Főiskola hallgatójához méltón él és készül a papi hivatásra. Ehhez kérem Isten segítségét.